Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, június 23-án kedden. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Egerházi Attilával, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatójával, aki a közelmúltban rangos elismerést, Jeszenszky díjat vehetett át. Ezt követi egy beszámoló arról a sajtótájékoztatóról, ahol bejelentették, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 5 éven át évente csaknem 500 millió forinttal járul hozzá a Vörösmarty Színház működéséhez. Végül pedig ellátogatunk Agádra, ahol a Szabad Színház fiataljai, a Prikulicsok táboroznak. Tartsanak velünk! Ahogy elmondtam már, egy rangos elismeréssel gazdagodott a táncművészet székesfehérvári része, hiszen ebben az esztendőben a Táncpedagógusok Országos Szövetsége Jeszenszky Endre díját Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója vette át. Szervusz, köszöntelek és gratulálok. Szervusz, én is sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm szépen. Ez a díj egy rendkívül rangos elismerés, hiszen bár Harangozó Gyula díjad már van, de azt hiszem, hogy ez is egy lépcső, hiszen a díj kiosztásakor az elnökség mindig figyelembe veszi a táncpedagógus több évre visszanyúló munkáját, mindazt, amit elért mindez idáig, és azt hiszem, hogy ez egy lépcső. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye Jeszenszky Endrénél kezdted el a pályafutásodat, és ott tanultad meg mindazt, ami táncosként, koreográfusként és művészeti vezetőként ma is jellemez. Melyek voltak az első lépcsők? Jeszenszky Endre egy olyan karizmatikus személyiség volt, aki nagybetűsen nevezhető mesternek. Hiszen a mester nem attól mester, hogy megtanít egy szakmát, vagy megtanítja, most maradjunk a táncos pályánál, a rondozsambot, meg a fuettét, meg ezeket meg lehet tanulni, de az összefüggéseket látni a világban, a világ és a művészet, ami leképezi a világunkat közte, a hidat megteremteni, ahhoz egy katalizátor kell, az pedig a szeretet és a tisztelet. Ez mind a kettő nagyon erőteljesen jelen volt a mesternél, és a szakma szeretetét, az emberek szeretetét, a kollégák szeretetét, a világ szeretetét, az összes jóval és rosszal együtt, és elfogadását, és annak a képességét, hogy ezt le tudjuk képezni, persze azt a jó Istentől kapjuk a tehetséget, azt nem a mester táplálja belénk, de a tehetséget táplálni kell, mert különben éhen hal, és a mester ezt nagyon jól tudta táplálni. Tehát én alapvetően nekik köszönhetem azt, hogy most itt ülünk és beszélgetünk. Aztán nagyon sok mesterem volt és mentorom még a pályafutásom során, a mai napig is tanulok, ez egy hosszú folyamat, de erre az útra, erre a pályára ő állított rá engem tulajdonképpen. Az meghatározó volt, amikor nem csak a legenda szerint, hiszen te magad mondtad, hogy azt mondta neked, hogy én látok benned fantáziát. Ez megerősítést adott az első időkben? Mindenféleképpen. Hát hogyha egy mester azt mondja, hogy valakiben lát fantáziát, és ösztöndíjat kaptam tőle, ugye nem sokan voltak, akik ugye ösztöndíjat kaphattak a mesternél, ez mindenképpen egy olyan bizonyítéka volt annak, hogy nekem ezzel érdemes foglalkozni, bár a késztetés az mindig is belülről jött, de ezt megerősítette a mester, ami nagyon megtisztelő volt, és egyben felelősség is. Hiszen ennek meg kell tudni felelni, és én igyekeztem megfelelni a mester elvárásainak, és ez úgy látszik, ez sikerült, és szerintem odafentről most nézi a mi beszélgetésünket, és szerintem nagyon örül neki. Hatással volt a pályádra, azt tudjuk, de hatással volt táncosként, koreográfusként és vezetőként is. Kérdezem ezt azért, hiszen kevesen tudják, illetve keveset beszélünk róla, de ő teremtette meg ha úgy tetszik, a kortárs tánc alapját. Magyarországon, igen. Ő egyben volt pedagógus és koreográfus, mint ahogy jó magam is. Vannak olyan koreográfusok, akik nem tanítanak, nem pedagógusok, és vannak olyan koreográfusok, alkotók, táncalkotók, akik pedagógusok. Én a második kategóriába tartozom, hogy tulajdonképpen azért kezdtem el, nyilván, hogy hatással volt, tehát ez biztos, hogy meghatározó volt, hogy én pedagógus is lettem, illetve koreográfus. Ez a kettő nekem összefügg, ez nem elválaszthatatlan az én pályám során, mint hogy a mesternél sem volt elválasztható, tehát ilyen értelemben biztos, hogy nagy hatással volt rám. Mi az alapvetés a pedagógusi pályádon?
A kettő elválaszthatatlan a táncostól, de azért, hiszen nyilván összetalálkozik minden egyes koreográfia megszületésénél, hiszen a táncosokat kezelni kell. Nem egyszerű népség, ha úgy tetszik a balettművész. Így van, ez egy adottság. Vannak olyan koreográfusok, akik rögtön olyan műhelyekbe kezdenek el dolgozni és alkotni, ahol kész, úgymond kész táncosokkal dolgozhatnak. Valószínűleg őket nem is ösztönzi azt, hogy ők pedagógusokká váljanak. Mivel nekem nem ez adatott meg sorsul, nekem meg kellett tanítani a táncosokat, hogy el tudják táncolni azokat az elképzeléseket, amit az én fejembe megszülettek. Tehát ez egy ilyen kényszerpálya is volt, jó értelembe véve. Ez az egyik oka, amiért pedagógus is lettem, a másik pedig az, hogy én magam szerettem volna tanulni. Tehát azáltal, hogy tanítunk, azáltal tanulunk. Mert hogyha valamit át szeretnénk adni az embereknek, ennyit kell tudni ahhoz, aztán mi az átadás során ennyi elvész belőle, és ennyit kap meg belőle a táncos. Tehát ha én táncosokkal akartam dolgozni, amíg nem volt lehetőségem mondjuk a Magyar Nemzeti Balettnél koreografálni, vagy más együtteseknél, vagy aztán Pécsi Balettnél sorolhatnám, vagy akár most az újonnan alapít a Székesfehérvári Balett Színház, ahhoz nekem táncosokat kellett képezni. Ma már megtehetem azt, hogy, mert nagyon sok táncos érdeklődik az együttes iránt, hál' Istennek, múltkor 200-an voltak az Auditionon, de még mindig érdekel az, hogyha meglátok egy tehetséget egy kezdő táncosban, hogy átadjam neki a tudást, és felneveljem, vagy segítsek neki az útján ahhoz, hogy táncos művészé váljon. Az életutat bebizonyította, hogy az a szó, hogy tanító, fontos számodra, hiszen a tanító egyben mester is. És ha ezt végigvisszük, hiszen Stuttgart, Párizs, Pécs, Gödöllő, Prága, Székesfehérvár, nyilván kihagytam valamit, de ezt mindenütt bizonyítottad. Tehát az volt az alapja, ahogy most is teszed, hogy próbálsz olyan fiatal táncosokat találni, akik kellően tehetségesek, viszont és ráadásul elkötelezettek, hogy befussák azt a pályát, ami szükséges ahhoz, hogy mi, balettkedvelők, valóban elmélyülhessünk egy előadásban. Pontosan. Ez a kihívás, ez mindig él bennem. Ma már úgy dolgozom, hogy van egy mag az együttesben, akik már késztáncosok, vagy olyan táncosok, akiket én segítettem a pályához, hogy táncosokká váljanak, vagy pedig akiket szerződtettem, és ez a mag köré mindig igyekszem találni olyan fiatal táncosokat, akik ebbe a laboratóriumba, amit nevezzünk Székesfehérvári Balett Színháznak, egy művészeti közösségbe fejlődni tudnak. Tehát már, most már nem csak én tanítom a táncosokat, hanem nagyszerű mesterek dolgoznak mellettem, és tulajdonképpen ez egy csapat munka, amit én koordinálok, irányítok, de önmagába organikusan működő szervezet, ez maga a Székesfehérvári Balett Színház. A tanítónak is fejlődnie kell? Hogyne. Hiszen felgyorsult a világ, tudjuk, hogy kicsit mást jelent ma már, főleg a kortárs táncművészetben, amelynek te jeles képviselője vagy. Hát én azt gondolom, minden embernek fejlődnie kell, mert ha megáll a fejlődés onnantól kezdve, ugye ez fizika törvény, és akkor az van egy stagnálás, és onnan zuhanás van. És amíg az ember lélegzik és él, addig tanul. És tanítva még többet tanul. Úgyhogy én ebben hiszek, és ez nem csak a mi pályánkra igaz, szerintem ez minden ember életére és minden pályára vonatkozik. Tehát fontos az alkotói pálya és a pályaév. Alessia Popova mondta rólad neked, hogy számomra mindig talány volt, hogyan lehet táncban kifejezni az érzelmeket, mert én végül is egy eszköz vagyok. Ő, mármint Egerházi Attila segít nekem azzal, hogy lépéseket ad. Én egy verset mondok el, de aki a verset megírja, az a fontos. És a verset te írod. Nehéz verset írni, nehéz lépést tartani az egyre nagyobb kihívással? Hiszen egy színházteret meg kell tölteni, vagy mint Székesfehérváron egyáltalán megszoktatni, megszerettetni a balettművészetet, a kortárs balettművészetet. Mint minden az életben nézőpont kérdése, annak az embernek számára, amilyen én is vagyok, aki szereti, amit csinál, és elmondhatja kicsit tréfásan, hogy egy napot se dolgozott életében, hiszen nem munkának tekintem, hanem küldetésnek, nem nehéz.
ami nem azt jelenti, hogy nincs tele kihívásokkal. Azért nem nehéz, mert szeretem ezt csinálni, de az, hogy új utakat találni, mindig új utakat találni, az nagyon embert próbáló feladat, és nagyon sok küzdelemmel jár. De ez a küzdelem, ez éltet engem is, vagy a magamfajta embert. Nagyon megtisztelő, amit Alessia Popova mondott rólam, de ez egy picit vitatkoznék, hiszen nem csak az a fontos, aki a verset megírja, főleg a mi pályánknál, a táncosi pályánál, a koreográfus és a táncművész között, ez egy egymásra utaltságot jelent. Én semmit nem jelentek, és most koreográfusról beszélek táncművész nélkül, és a táncművész semmit nem jelent koreográfus nélkül. Mi együtt hozunk létre egy alkotást. Nyilván a vezérlő elv az a koreográfustól jön, de én nem végrehajtóként tekintek a táncosokra, hanem alkotó partnereként, hiszen engem inspirálnak a táncosok. Mindig olyan táncosokkal igyekszem dolgozni, akik engem az alkotásba inspirálnak, és ezáltal hozzátesznek az alkotáshoz, tehát legalább olyan fontos a táncművész ebből a szempontból nézve, mint a koreográfus. Felépíteni mindezt, ez egy fontos küldetés, ahogy te fogalmaztál, óriási kihívás. Ennek tükrében most ott tartasz, itt Székesfehérváron, amikor két esztendővel ezelőtt megérkeztetek, elterveztél? Hát John Lennon mondta ezt a mondást, és ez nagyon igaz, hogy mi mindig tervezünk valamit, aztán valami egész más történik, ezt nevezzük életnek. Na most itt az egész más nem történt, mert igen, körülbelül és nagy vonalakban természetesen ez volt a cél, de ez egy út, amit most bejárunk. Nagyon pozitívan fejlődik a társulat. Ha úgy kell fogalmazzak, akkor az elvárásainknak, vagy az elvárásainknak, hiszen nagyon sokan részt veszünk ennek a társulatnak az irányításába, alakul. Nyilván én türelmetlen emberként, hiszen ez a dolgom, szeretném ezt a folyamatot gyorsítani, de azt is el kell fogadnom, hogy van ennek egy természete, hogy lehet fejlődni egy társulattal, de nagyon elégedett vagyok vele, és remélem a közönség is, és a városvezetés is, hiszen egy nagyon komoly értéket hoztunk létre közösen, ami nagyon-nagyon jó tempóban fejlődik. Te magad mondtad a Jeszenszky mesterrel való találkozáskor, hogy azt mondtad, hogy én hazaérkeztem, itt van az otthonom, itt van egyben a színjátszás és a tánc. Ezt elmondhatjuk most itt Székesfehérváron is? Minden tekintetben. Ez művészeti karrier szempontjából is elmondható az én esetemben, és hát itt le is telepettem, hiszen nem titok, itt vásároltuk egy ingatlan, tehát én fehérvárivá váltam. Ez egy nagyon élhető, nagyon kedves város, nagyon kedvez a művészetnek, hiszen egy olyan nyugodt légkörbe lehet élni és alkotni, ami nagyon fontos az én szempontomból nézve, úgyhogy minden szempontból azt gondolom, hogy otthonra találtam. Nos, hát akkor köszönjük, hogy itt vagy. Itt vagytok. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. És még egyszer gratulálok minden színház kedvelő, minden táncművészet kedvelő nevében. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. $485 millió segíti a Vörösmarty Színház működését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, amelyet az önkormányzat hasonló összeggel támogat. A támogatásból részesül a Balettszínház is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2024-ig évi $485 millió járul hozzá a Vörösmarty Színház működéséhez, jelentette be a mai közös sajtótájékoztatóján Fülöp Péter, a szaktárca államtitkár helyettese, Varga Tamás országgyűlési képviselő, Cserpalkovics András polgármester és Szikora János, a teátrum igazgatója. Azért dolgozunk hónapok óta együttműködésben a Megyei Jogú Városok Szövetségével és valamennyi hazai önkormányzattal és polgármesterrel, hogy le tudjuk fektetni hosszú évekre ezeknek a megállapodásoknak a föltételeit. Szinte minden önkormányzattal megállapodtunk. Nagy öröm, hogy ebben Fehérvár élen jár ebben a folyamatban. Napokon belül megérkezhet ez a támogatás a Városházára. Ez a $485 millió egy rendkívül fontos lépcső, és ahogy ön is fogalmazott, a művészi szabadságot nem korlátozza semmilyen formában. Így van, nagyon fontos kiemelni, hogy az állam nem a művészeti munkába kíván beleszólni, hanem az önkormányzatok mellé felsorakozva társműködtetőként kívánja biztosítani a művészeti munka föltételeit.
Varga Tamás országgyűlési képviselőként kiemelten fontosnak tartja, hogy Tália bölcsője kiegyensúlyozott keretek között szolgálhassa a székesfehérvári színházbarátokat. Minden székesfehérvári nevében mondhatom, hogy örömmel fogadtuk a kormányzat döntését, amely szerint felelősséget vállal a székesfehérvári Vörösmarty Színház fenntartásában. Köszönetet kell mondanunk igazgatónak, a társulatnak, a művészeknek és a minden színházi dolgozónak, hogy az elmúlt években nagyon komoly munkát végeztek, és ha szabad így fogalmazni, feltették a Székesfehérvári Vörösmarty Színházat a térképre, egy jelentős művészi erővel bíró színházat alkottak és hoztak létre, amelynek most az önkormányzat és a kormányzat között kötött megállapodás eredményeképpen a finanszírozása stabil. Én azt gondolom, hogy ebben a megállapodásban az egyik nagyon fontos rész az a finanszírozás megléte, majd 500 millió forintot biztosít a kormányzat, és ugyanennyit az önkormányzat, de ahogyan is említette, azt gondolom, hogy igazgató úrnak legkedvesebb fél mondat az volt, amely szerint ez nem befolyásolja a művészi szabadságát, a művészek szabadságát, hanem segíti azt, hogy a művészek szabadon létrehozhassák azt a színházat, amelyet mi Székesfehérváron szeretünk. Cserpakovics András városvezetőként bízik abban, hogy a színház szakmai munkájának segítése hozzájárul ahhoz, hogy az eddigiekhez hasonló magas szakmai színvonalú előadásokat láthassanak a nézők. Bízom benne, hogy a mai nappal aztán végképp mindenki megnyugszik, hogy akik aggódtak, amikor ez az új konstrukció fölmerült annak idején pár hónappal ezelőtt, hogy majd itt államosítva lesznek a színházak. Nem, a színházak nem lettek államosítva, a Vörösmarty Színház továbbra is Székesfehérvár önkormányzatának fenntartásában van, amiben az állam szerepet vállalt és felelősséget vállalt, hogy előre most 2024. december 31-ig, tehát 5 esztendőre megállapodtunk a finanszírozásában a színháznak, tehát pontosan tudja a színház, hogy milyen forrásokra számíthat az államtól, és milyen forrásokra számíthat az önkormányzattól. E felett természetesen ott van még a saját jegy és bérlet bevétel lehetősége, és ez egy nagyon-nagyon stabil gazdálkodást biztosít a színház számára. Mellette viszont a törvény és a megállapodás is egyértelművé teszi, hogy a művészi munkába sem az állam, sem az önkormányzat semmilyen módon nem szólhat bele ahhoz képest, ahogy egyébként eddig ezt a munkaterv vonatkozásában megtette, semmilyen más módon nem. Tehát a művészi szabadság az abszolút adott a színházakba, így a mi Vörösmarty Színházunkban is. Kimondta egyébként ez a megállapodás, hogy az állam támogatásából 60 millió forintot bérfejlesztésre kell fordítani. Ez a művészeket is jelenti, de jelenti a színháznak a teljes kiszolgáló személyzetét is. Ugye ez egy óriási üzem, rengeteg féle szakember dolgozik itt, az ő számukra lehet ebből bérfejlesztést biztosítani, és azt is kimondta az állam, hogy az egyéb támogatások mellett ebből a 485 millió forintos támogatásból, ami éves támogatás, tehát ez nem 5 évre szól, hanem minden évben 485 millió forint az állam részéről, ebből 23 millió forintot pedig a balettszínháznak kell átadnia a színháznak. Ez azt jelenti tehát, hogy a balettszínház is most már mondjuk úgy, hogy állami költségvetési normatív alapon érkező feladatfinanszírozásban és támogatásban részesül. Ezzel azt gondolom, hogy a balettnek a fenntarthatóságát is az állam jelentősen segítette és megtámogatja. Szikora János hangsúlyozta, hogy bár a támogatás a színház munkáját segíti, ugyanakkor az igazi nyertesei a közönség, akik a támogatásnak köszönhetően továbbra is nívós előadásokat láthatnak. Az igazság az, hogy bár mindig a színházról beszélünk, de ez az együttműködési megállapodás és ennek a haszonélvezője tulajdonképpen nem direkt a színház, hanem valójában a fehérvári közönség. Azért, mert ezek a pénzügyi feltételek biztosítják a számunkra, hogy olyan nyugodt és tervezhető időszakban gondolkodhassunk előre, amelyben még tartalmasabb, még színvonalasabb, még sokszínűbb műsort hozzunk létre, és még egy nagyon fontos, hogyha biztonságosak a gazdálkodás keretei, akkor tulajdonképpen nem kényszerülünk arra, hogy a nézőhöz forduljunk jegyáremeléssel vagy bérletemeléssel. Ez a támogatás azért szól a nézőknek, és azért szól a nézőkről is, mert alapvetően abban egy partner, és abban egy nagyon fontos segédeszköz, hogy ne kelljen jegyárat emelni
a változatlan áron, de még színvonalasabb és tartalmasabb műsort kaphassanak a fehérvári nézők. Fontos ír még, hogy a 485 millió forintos támogatásból évente 23 millió forint a Székesfehérvári Balettszínház működését segíti. Nagy Judit a Szabad Színház művészeti vezetőjének irányításával idén is Agárdon táborozhatnak a színészpalánták. A fiatalok színes változatos programokkal fedezhetik fel önmagukban a tehetséget, mélyülhetnek el a színjátszás fortéjaiban. Nem tétlenkedik a Szabad Színház művészeti vezetése. A koronavírus járvány feloldása után Agárdon a Gesztenyes Kertben szervezték meg azt a színjátszó tábort, amelyet az idén is a Prikulicsok népesítenek be. A környezetkultúra táborban a fiatal tehetségek komoly szakmai segítséggel, játékos programokkal mélyíthetik el tudásukat. Ez egy környezetkultúra tábor, azért is fogom ezt a lovagot a kezembe, hogy mesékkel, regékkel, mondákkal foglalkozunk, és közben egy kis újrahasznosítás is történik. Ez éppen egy mosószeres palackból készült és tojástartóból. Tegnap kézműves foglalkozás volt. Fejlesztő foglalkozásokat csinálunk, valamiféle produkciót hozunk létre, vagy egyes jeleneteket, és közben ezekhez kellékeket készítünk. A kisebbek dolgoznak egy népmesén, és a nagyobbak pedig egy Hály János darabot próbálnak, ami abban az értelemben nem hagyományos színházi produktum, hogy nem egy doboz színházi formanyelvvel dolgozik, hanem egy kicsit ilyen utcaszínházi elemekkel. Minden jelenet máshol lesz, és többek között a Velencei tóparton is, tehát nem csak egy helyen játszódik ez az esemény, ez pedig Kerekesáron rendezi, ők a nagyobb csoport, és hát ők pedig reggelente délelőttönként próbálnak, ez saját zenés lesz, tehát ők is zenésítették meg ezt, ők fogják csinálni a zenét, és hát az utánpótlás csoportunk még kiegészült a vasvári színpaddal, tehát most három csoport van itt tulajdonképpen egybe. Nagyon sokan vagyunk, nagyon jó a hangulat, most már csak a jó időt várjuk, mert jó lenne egy kicsit fürdeni is a Velencei tóban. A középiskolások közül sokan már komoly színpadi rutinnal rendelkeznek, és ott jártunk kor egy olyan neves kortárs szerző, mint Hály János darabját próbálták, ami bizonyosan épülésükre szolgál. Most éppen egy kortárs Hály Jánosnak a darabján dolgozunk, Kerekesáron rendezésében, és nagyon élvezzük, tele van zenei momentumokkal, és sokat dolgozunk a csapattal, és tényleg az a legjobb az egészben, hogy végre együtt vagyunk, meg hát én a szerepemmel is nagyon meg vagyok elégedve olyan szempontból, hogy egy nagyon nehéz feladat, mert az én karakterem egy bonyolult személyiség, és itt van rá lehetőségünk, hogy aktívan kifejtsem magamnak, aktívan kiburkoljam, és minden egyes, mint a hagymát, és minden egyes kis héját megvizsgáljuk a rendezővel. Úgyhogy én nagyon élvezem, hogy végre itt lehetek. A kicsi kis lubickolnak a játékos feladatok megoldásában a gyermek színészpalánták számára bizonyosan nagy élmény ebben a közösségben játszva tanulni. Nagyon izgalmas dolgok vannak itt, például tegnap volt itt egy kézműves foglalkozás, ahol meseparavánokat csináltunk, akkor Búza Tímeával próbák voltak, részpróbák, amiket le is videóztunk, és abból majd lesz egy ilyen pici kis előadás, már csak meg kell vágni, ugye? És hát itt ugye minden jó, meg sokat beszélgetünk, akkor lehet játszani, homokozni, és hát nagyon jók itt a próbák, meg az előadások is, előadásokra a próbák is nagyon jók, a felkészülések. Tehát, és én most vagyok itt először, és azt mondom, hogy hiányzik anya, de akkor is ez olyan, mint egy nagy család, és nagyon tetszik. Vadóc Máté, az ifjú Prikulics már nem először vesz részt a táborban, s mivel színésznek készül, számára minden foglalkozás élmény. Én már sokszor voltam ilyen táborban, és én nagyon élvezem, de végre jó kimozdulni a karanténból, és többiekkel is találkozni. Mi mindent csináltok? Hát hétfőn volt egy ilyen színészkedéses
ilyen program. Kedden ilyen kézműveskedős, ilyen meseszínházat csináltunk. Ma pedig ilyen fejlesztő foglalkozásunk van. A fiatalok elkötelezett jókedvű csoportját látva nem lehet kétséges, Nagy Judit és az igéző segítő csapata olyan játékos szakmai élményhalmazt kínál, amely javára válik a gyermekcsapat minden tagjának. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden. Viszontlátásra!